640 ezres képviselői és 1,4 milliós alpolgármesteri fizetéseket szavazott meg magának a Szivárvány koalíció a DK fővárosának minősülő Újbudán. Visszamenőleges hatállyal január 1-től a törvényi maximumban határozták meg Újbuda rekordszámú alpolgármesterének fizetését, így például Orosz Anna havi illetménye mintegy 1,3 millió forint lett, és még havi 175 ezer forint költségtérítést vehet fel számla nélkül, pedig ezeken kívül BKV-bérletet, igény szerint gépkocsit, korlátlan mobiltelefon használatot, laptopot, otthoni internet előfizetést és egy alpolgármesteri stábot is biztosítanak neki közpénzből. Az önkormányzati cégvezetők havi juttatását is megemelték 750 ezer forintról 1,7 millióra. Ezzel párhuzamosan viszont megvonják az Újbuda pótlék felét a rendelőintézet mintegy 450 dolgozójától, így a munkaerő hiányok és a várólisták növekedni fognak. Újbudán a ciklus elején megduplázták az alpolgármesterek számát, és ugyanilyen számban duzzasztották a bizottságokat, azzal együtt a tisztségviselőit, és a kifizető helynek használt tanácsnoki posztokat is, valamint az alpolgármesteri stábokat. A Mi Hazánk mozgalom ennek gátat vető módosító javaslatát senki más nem támogatta, a Fidesz képviselői sem, egyedül szavaztam nemmel. A DK-s polgármester előterjesztésére is, mely a gátlástalan klientúra bővítés, többek között az alpolgármesterek számának megduplázását indítványozta a tavalyi választás után. A munka nélkül kapott fizetés kiegészítések halmozásával így lehet valaki, például bizottsági elnök és lényegében feladat nélküli tanácsnok egyszerre az Újbudai önkormányzatban. A megtévesztő 120 ezer forintos képviselői tiszteletdíj helyett nehezen átláthatóan, de valójában 426 ezer forintért eddig. De ez nem volt nekik elég, ezért egy most január 20-i határozat szerint visszamenőlegesen január 1-től megnövelik a tiszteletdíjakat, főleg a kifizetőhelynek használt munkával nem járó tanácsnoki posztokat. Mindezt meglehetősen átláthatatlanul, az átláthatósági biztos pedig lapít, hiszen az ő posztját is csak egy momentumos kifizetőhelyként hozták létre. Tehát míg a képviselői tiszteletdíj látszólag 151.795 forint lesz, a posztok halmozásával van olyan képviselő, aki valójában 637.539 forintot kap, tehát több mint négyszeresét a képviselői tiszteletdíjnak, és a Szivárvány koalíció összes képviselőjének van kiemelt tisztsége. Az emelésekről szóló szavazásnál a Fidesz tartózkodott, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként viszont felszólalással tiltakoztam, és egyértelműen nemmel szavaztam.